Sziasztok! A tegnapi tanításban említettem azt, hogy Eszter a királyné a Bibliából, az Eszter könyvéből ő Mordechai-nak a felesége volt. Többen kérdeztek, írtak már tegnap este is, és ma nappal is, hogy honnan, honnan veszük ezt, pedig unak a testvérek voltak. A válasz erre az, hogy mindig, amikor tanulunk Bibliát, mindig tanulni kell a... Rási kommentárjával, mert Rási elmondja nekünk, mi van írva a szóbeli tanban, mi az, amit hagyományba kaptak ők, a talmodi bölcsek és a midrási bölcsek, a, olyan információ, ami, ami kiegészíti a, a, az írott tant, ami le van írva. Nézzünk meg, mi, mi van írva a Bibliában, Eszter könyvében, második fejezet 7, vagy hi omen et hadassa. Ő volt hadassa gyámja, azaz Eszter nagybátyja lánya. Első dolog tudunk az, hogy nagybátyának a lánya volt, vagyis Eszter és Mordache unoka testvérek voltak. Naftali Krausz féle fordításból lemaradt az a szó a lánya, és akkor az jön ki, mint a Mordachai volt Eszternek a nagybátyja, de ez nem felel meg a Hébernek, mert az van írva Battodó. Folytatjuk a szöveget, amikor apja és anyja meghaltak, Mordechai lányával fogadta, ami Héberül Lebat fogadta olyan, mintha a lájna lett volna. Erre mit mond Rási? Rási azt mondja, le bát, egy kicsit másképpen olvasunk ezt, le báit". Azt jelenti, Mordechai őt feleségül vette. És akkor teljes, azt jelenti, azon kívül, hogy unokatestvérek voltak, Mordechai fogadta őt, és elvette feleségül, csak a, a szöveg inkább Kicsit elrétette ezt a tényt, mert akkor az a kérdés, hogy huha, már házas volt, és utána került az ahasvéröshoz, akkor ez egy kínos részlet. A hány éves volt Eszter, amikor került ahasvéröshoz? A midrásban van három vélemény. Egyik vélem, azt mondja, 40 éves volt, a másik azt mondja, 75 éves volt, és a harmadik vélemény azt mondja, 80 éves volt, ez háromféle hagyomány maradt fenn. Ami azt jelenti, hogy hihetetlen csoda, az hogy egy ilyen idős nőben szerelmes lett az akásvérés, és ő lett a királynő, Ami hihetetlen csoda, hogy pont ő került akkor a, a, a palotában. Másik vélemény szerint hogy valójában sokkal-sokkal fiatalabb, a tényleg egy fiatal lány volt, csak olyan bölcs volt, olyan élettapasztalata volt, hogy mintha 40, 75 vagy 80 éves lett volna. Mindenképpen csoda volt, hogy pont ő volt a legszebb lány egész Perzsiában. Köszönöm szépen!